Félve jön ki hordozójából ez a cica, egy gyors méreckedés után pedig már gazdája karjaiban igyekszik megnyugtatni. Ezek a felvételek tavaly készültek János Somorján, amikor is a Menedék Állatvédő Alapítvány sikeresen pályázott a helyi önkormányzatnál ivartalanítási program indítására. A város és az egyesület akkor 600 ezer forintot fordított ivartalanításra, aminek keretében 71 macskát és 28 kutyát ivartalanítottak, így sikeresnek bizonyult az akció. Az állatvédők és az állatorvosok minden helyzetben igyekeznek hangsúlyozni, hogy az ivartalanítás a felelős állattartás része. Meghosszabbítjuk az állataink életét. Egyrészt a hím állatok nem mennek el csavarogni, nem hívja őket a hormonok szaga, és így nem kerülnek egyéb állatok veszélyeztetésébe, vagy kocsi nem üti el őket, vagy egyszerűen csak nem fognak eltűnni, elcsavarogni. Ez az egyik része, a másik meg egészségügyi problémákat okozhat egy nem ivartalanítás az állatoknál. A kankutyák esetében főként a cisztás megbetegedések és a hereddaganat kerülhető el, míg a nőstényeknél a petefészek ciszta, a gennyes méhgyulladás, valamint az emlődaganat esélye is csökken, akár 80%-kal. Az ivartalanítás szinte rutin műtétnek számít, megbeszélt időpontra kell érkezni az állatorvoshoz, majd az előkészületek után mintegy 20 perc alatt elvégzik a beavatkozást. Az egészségügyi előnyök mellett természetesen a legfontosabb, hogy elkerülhető a nem kívánt szaporulat. A Menedék Állatvédő Alapítvány a tavaly évben 89 kutyának, 160 macskának, 10 tengeri malacnak, valamint 6 nyúlnak talált új otthont. Az ivartalanítással azonban csökkenhet azon állatok száma, akiknek új gazdát kell keresni. A környező településeknek lehetőségük van a Magyar Falu programba pályázni, ahol az önkormányzatok ugye ivartalanításra kisebb összeget tudnak igényelni. Ha esetleg szeretnének csatlakozni, nyugodtan keresik az alapítványt, és ők segítenek ebben. Az ivartalanítási akcióban több állatorvosi rendelő és alapítvány is részt vesz, így biztosítva lehetőséget a gazdáknak a műtétekre. Ha valaki rászoruló és eldöntötte, hogy szeretné ivartalanítani az állatát, akkor nyugodtan jelentkezzen nálunk, és mi a műtétet azt ingyenesen elvégezzük. Az antibiotikumot és a fájdalomcsillapítót, amit a műtét végén adunk, azt kell csak a gazdának kifizetni. Ha esetleg ez is megterhelné őket, akkor pedig a Menedék Alapítványt vagy a Mancsvár Alapítványt is kereshetik, és akkor abban ők is tudnak segíteni. A Menedék Állatvédő Alapítvány hozzájárulásával 2021-ben a János Somorjai sikeres program mellett összesen 152 kutyát és macskát ivartalanítottak. Jelenleg 5 kutyának, 25 macskának keresnek új otthont, illetve várják az ideiglenes befogadók jelentkezését is.